Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Nagy Iván polgármester asszonyát, Bári Ágnest. Üdvözlöm, polgármester asszony, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Üdvözlöm én is, és köszöntöm a Karcag televízió nézőit és a rádió hallgatókat is. Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya számos fronton több intézkedést vezetett be. Hogyan fogadta a település polgárai? Magyarországon időben történtek azok az intézkedések, hogy arra vonatkozóan, hogy csökkentsük a vírus terjedését, és mivel ez világszinten is jelen van, így azt látom, hogy a mi kis településünkön élők is kellőképpen komolyan veszik a kormány által elrendelt intézkedéseket, betartják a kijárási korlátozást. A Polgárőr Egyesülettel és a helyi körzeti megbízottal is kapcsolatban állok napi szinten, és azt a visszajelzést kaptam, mivel ők napi szinten járják a települést, hogy nem volt kihágás ezzel kapcsolatosan, és mindenki betartja a korlátozásnak a feltételeit. Elindult ugye a digitális oktatás is. Hogyan valósul meg ez önöknél? Milyenek a visszajelzések a pedagógusok, szülők részéről? Hogyan fogadták a gyerekek? Hát úgy gondolom, hogy mély víz volt ez a pedagógusoknak, a diákoknak és a szülőknek is egyaránt. Tehát én is szülőként elmondhatom, hogy a két fiam ugye otthon tanul, azt gondolom, hogy rugalmasan megoldották ezt a visszajelzést kapom a pedagógusoktól is, és otthon is ezt látom. Igazából itt a Nagy Iváni Általános Iskolába messengeren, videóhívással történik, és vannak ugye például a másik fiam Tiszafüredre jár, ott a Google Classroom segítségével és skype-olással oldják meg, de amilyen hirtelen jött, én úgy gondolom, olyan gyorsan és rugalmasan meg is oldották ezt a problémát, hál' Istennek, és úgy gondolom, hogy jól is működik. Van-e arra lehetőség, vagy volt-e már arra precedens, hogy közvetlen segítséget kértek a pedagógusok, a tanulók, hogy bementek ugye az oktatási intézménybe, és akár néhány perc erejéig valamit meg kellett beszélni a tananyaggal kapcsolatban? Én nem kaptam ilyen visszajelzést, ezt elektronikus úton meg tudják oldani. Olyan segítség jött, hogy esetleg segítsünk nyomtatni. Itt a hivatalban ezt mi rugalmasan megoldottuk, átküldték e-mailen, és akkor ebben mi is a rendelkezésre álltunk azoknak a diákoknak, akiknek szükségük volt e fajta segítségre. A közétkeztetést hogyan valósítják meg? Ugye amikor a kormány elrendelte azt, hogy az oktatás egy másik formája lesz, és átadta az önkormányzat hatáskörébe azt, hogy az óvodai intézmény nyitvatartása felől mi döntsünk. Mi ezt meg is tettük, és 16-ai nappal bezártuk az óvodát is. 17-től a közétkeztetést folyamatosan biztosítjuk az iskolásoknak és az óvodásoknak is egyaránt. Kiszállítással vásároltunk cseréételhordókat is azoknak a családoknak a számára, akik nem tudták biztosítani ezt, és így minden nap 11 órától fél egyig időtartamba kiszállításra kerül a gyerekeknek az étkeztetés, és felmértük, mert ugye a Nagy Iváni Általános Iskolában Tisztaösről és Tiszaigarról is járnak diákok, felmértük azok körébe is, hogy kik igénylik, és akkor a két település polgármesterének jeleztük a névsort, és ott azokon a településeken látják el a gyerekek számára az étkeztetést. És ugye vannak olyan tanulóink, akik viszont más településekre járnak el tanulni, de nyilván most ugye Nagy Ivánon vannak az ő körükbe is felmértük azokat, hogy kik igényelik a gyerekétkeztetés, és természetesen az eddig megszokott módon biztosítottuk az ő számukra is a középkeztetést. És természetesen a szociális szférába is, az idős korosztálynál, ott is ugye eddig is voltak, akiknek kiszállításra került, és felmértük azt is a kritikus korosztálynál, a 60 év fölöttieknél, hogy maradjanak otthon, és természetesen kiszállítjuk azt részükre.
Az ebéd kiszállításán túl miben tudnak még az idős vagy akár egyedülálló embereknek segíteni? Az önorvosok segítségével fölmértük azt is, hogy ki az, aki egyedül él, vagy nem, nincs támogatása, nincs családtagja, aki tud neki segíteni, vagy pedig a védett korba van, hogy esetleg gyógyszerkiírás, gyógyszerkiváltás, bevásárlással tudunk-e nekik segíteni, és itt is olyan 15 fő körül igényelték ezt, hogy igénybe veszik, de attól függetlenül folyamatosan, akit már egyszer megkérdeztek, csak rá telefonálnak, hogy ha meggondolta magát, akkor nyugodtan szólhat. A veszélyhelyzetben milyen az együttműködés a térség országgyűlési képviselőjével, F. Kovács Sándorral, és a megyei közgyűlés elnökével, Huba Imrével? Azt tudom mondani, hogy képviselő úrral és a megyei közgyűlés elnökével is heti szinten kapcsolatban vagyunk. Ha képviselő úrral nem is tudok beszélni, de e-mailen, kollégáival bármilyen segítséget tudunk kérni a megyei közgyűlés felé, és a kormányhivatal felé is, ugye szinte napi szinten vannak az adatszolgáltatások, és a járási hivatal vezetőjével is tartjuk a kapcsolatot, bármiféle segítségre van szükségünk, vagy neki bármiféle kérdése van, akkor állunk a rendelkezésére. Polgármester asszony, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, és nagyon jó egészséget. Viszont hallásra. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!